Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ma Budapest egyik ikonikus helyéről jelentkezem, ez a Margit sziget. Én Budapesten laktam, nagyon gyakran jöttem ide ki futni, biciklizni, vagy csak egyet sétálni, és szerencsére az utóbbi időben nagyon szépen fejlődik, nagyon szép évelőágyások készültek, megújult a rózsakert is, de a füves placok, a nagy platánfás liget is gyönyörűen rendbe lett téve, ugyanígy a szabadtéri színpad, illetve az zenélőkút is, most megmutatom, hogy hogyan is néz ki. Érdemes egy délutánt rászánni, vagy akár ha egy hosszabb kirándulásra jöttök Budapestre, akkor egy egész napot is akár itt el lehet lenni, hiszen van itt kis állatkert, lehet bérelni bringóhintót, vannak egész jó éttermek most már, de akár este egy fröccsözésre is érdemes kijönni, és egy gyönyörű az zenélő szökőkút, nem ez, hanem a sziget elején a modern fényekkel megvilágított, tehát este kifejezetten nagy élmény. Fél órát, órát végighallgatni a zenére komponált vízi játékot. Csak mutattam is akkor, hogy hogy néz ki most a sziget. És akkor az igazi ecetfa, a rustifina, ugye sokan keverik a bálványfával, ami egy agresszív gyomfa. Ezt nyugodtan lehet kertbe ültetni, ugyanez is magról is szaporodik, de hát messze nem annyira agresszíven, mint a bálványfa. Tehát ez az igazi ecetfa, ami a kertekben, ő árokpartokon nagyon agresszíven, amit a köznyelven ecetfának hívnak, az valójában a bálványfa.